folyamatosan érkeztek a látogatók a kétnapos Levendula szüretre kocsolára. Ez az első alkalom, hogy eljöttem, de nagyon-nagyon tetszik. Még eddig nem is látogattam ki erre a Levendula földre. Most az anyukámmal és a kislányommal jöttünk, mert szerettünk volna Levendula dekorációt és Levendulát hazavinni. Léla színben pompázik az önkormányzat tulajdonában álló több hektáros terület. A településvezetés a korábbi évek sikerein felbuzdulva, idén újra meghirdette a Szedd Magad elnevezésű Levendula szüretet. Ez a Levendula föld már nagyon régóta az önkormányzat tulajdonában van. Próbáltunk valamit újat létrehozni, ugyanis francia és angol levendula termesztünk. Most ez a harmadik éve, hogy próbálkoztunk ezzel a Szedd Magad levendula szürettel, és úgy gondoltuk, hogy nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és tavaly évben és az előtt évben is elég sokan kilátogattak hozzánk, és úgy gondoltuk, hogy akkor idén is folytatjuk ezt a kezdeményezésünket. Minden évben próbálnak újdonságot csempészni a szüretbe. Ez alkalommal a fotózás szerelmeseinek kedveztek, a különböző dekorációs kellékekkel és sütemény is készült, stílszerűen levendula felhasználásával. Most készültünk egy kis hintával és egy ilyen kis selfie képkerettel, és levendula süteményt is sütöttünk, ami a tavalyi évben még nem volt. Tavalyi év folyamán levendula szörpöt készítettünk, vagy limonádét jobban mondva, és idén pedig levendulából készítettünk kis sütikéket, és ezt szeretnénk az itt jelenlévőknek kicsit megkínálni, vagy eladni, kóstolgatni. A településen saját levendula manufaktúrát is működtet az önkormányzat, ahol különböző termékeket, így díszeket, párnákat, illóolajokat készítenek a nyugtató hatásáról is ismert növényből. Van a levendula szüretünk, le kell szednünk a levendulát, utána ezt megszárítjuk, és utána lemorzsoljuk, és morzsolt állapotban dolgozzuk fel. Különböző kis termékeket készítenek az itt dolgozó közfoglalkoztatottak. Nagyon sok termékünk van, mindig próbálunk valami új termékeket létrehozni. Gyakorlatilag a friss levendulát leszedjük. Ennek az a lényege, hogy ugye a levendulát, hogyha leszedjük, akkor van egy kis szára neki, ebből egy olló vagy metszóró segítségével egy kicsit levágunk, mert az azért hosszú. És akkor, amikor van egy ilyen, hát egy kisebb adag levendulánk, akkor így megnézzük, valahol elkezdjük, akár itt lent, és így ide rögzítjük akár a levendulát, most ehhez kell innen egy drót. És ennek az a lényeg igazándiból, hogy mindig kisebb csokrokat egymásra rögzítünk, és akkor így készül el a koszorú. Hát nagyon kedvelt a cica, amit már hosszú évek során szerintem készítenek a lányok, és az a legkelendőbb. Próbáljuk ezt kisebb, nagyobb cicákat készíteni, de húsvétra a nyuszikát készítettünk, ami még most is nagyon kelendő. Zsákocskák, különböző párnák, mindenfélét megpróbálunk. Volt, aki kikapcsolódásból látogatott ki a szüretre, és volt, aki otthoni dekorációhoz gyűjtötte az illatos növényt. Szekrénybe való csokrocskák fognak belőle készülni. Most egyelőre egy szatyorral vásárolunk, és megkóstoltuk a levendula italt is. Az is nagyon ízlet, nagyon üdítő, frissítő, és természetesen várjuk a nyugtató hatását. Úgy gondolom, hogy elég népszerű, hiszen tavaly is nagyon sokan jöttek a környékbeli településekről is, sőt, még Balatonról is jöttek, ami elég meglepő, hiszen ott Tihany, Kőröshegy, ott nagyon sok levendula van, de valahogy ide vonzotta az embereket, és nagyon örültünk ennek, hogy meglátogattak bennünket itt kocsolán. A levendula felhasználhatóságát tekintve az egyik legsokoldalúbb növény. Azon kívül, hogy távol tartja a molyokat a ruhás szekrénytől, ismert a fertőtlenítő hatása is. A belőle készült illóolaj oldja a feszültséget, és egyre inkább hódít a gasztronómiában is.